Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Ajkán tett látogatást Navracsics Tibor, a Fidesz-KDNP megválasztott országgyűlési képviselője, így nyílott lehetőségünk interjút készíteni vele az április 3-ai választást követően. Navracsics Tibor értékelte az eredményeket, kitért a városokban elért szavazati arányokra is. Navracsics Tibor, a választókerület országgyűlési képviselője, a végleges adatok szerint 50,7%-os eredményt ért el, 23.685-en szavaztak rá. Ez meglehetősen magas arány. Nyilván ebben a sikerben szerepe van az országos hangulatnak is, hiszen azt láthattuk, hogy némileg váratlan módon mindenki számára a Fidesz sorrendben most már negyedszer kétharmados győzelmet tudott aratni, sőt, nagyobb arányú győzelmet tudott aratni, mint 2018-ban. Ez nyilván húzta ez is a választókerületet, de talán az a munka is egy kicsit megtérült, amit az elmúlt most már bő fél évben ebbe a választókerületbe fektettünk, amikor igyekeztünk mindenhova, minden településre, minden rendezvényre, és lehetőség szerint minden polgárhoz eljutni, hogy személyes kapcsolatunk legyen, meg tudjuk beszélni a térség gondjait, illetve én is el tudjam mondani a gondolataimat a képviselőséggel kapcsolatban. Az elért eredményt elemezve látható, hogy Navracsics Tibor Sümegen és a kisebb településeken aratott győzelmet, azonban a városokban jó néhány szavazókörben az ellenfele kapott magasabb szavazatot. Ebben reménykedtünk, így mondanám, abban, hogy Ajkán és Tapolcán kis mértékű vereséget fogok szenvedni, ezzel kalkuláltunk. Ajkán a város adottságaiból adódóan én úgy nem reménykedtem abban, hogy győzni tudok. Abban bízom, hogy a legközelebbi alkalommal már talán majd tudunk jobb eredményt elérni itt is, de első alkalommal világos volt számomra. Tapolcán pedig Rig Lajos tapolcai lévén nyilvánvalóan versenyelőnyben volt. Én a fél év alatt azért jelentősen sikerült lefaragnom ezt a hátrányt, de egy hajszállal még alatta maradtam. Amivel nem kalkuláltunk, ami egy kicsit fáj, ez Badacsony-Tomaj valóban, ahol ha minimálisan is, de szintén Rig Lajos győzött. Én azért ebben az elmúlt évek hányattatásait látom, itt inkább egy politikai problémát látok, amit majd nyilván az elkövetkező időszakban kezelnünk kell. A választókerület számos megoldandó feladatot jelent, kihívásokat, fejlesztéseket. Most találkozom a polgármesterekkel, beszéljük át a térség problémáit. Számtalan probléma van, hiszen itt a térségben, és tulajdonképpen nem is kell nagy léptékekben gondolkodni, elég csak autóval kimenni bármelyik térségbeli településről az országutakra, akkor látjuk már, hogy milyen alapvető problémák, alapvető infrastruktúrális problémák is vannak, de rengeteg elmaradt fejlesztés, sok esetben 50-60 éves elmaradt fejlesztések azok, amelyeknek a megoldása vár ránk, és természetesen a polgármesterek most úgy gondolják, hogy akkor én ezt most azonnal megoldom, kezelni kell nyilván a túlzott várakozásokat is, jelenleg a problémák azonosítása folyik.